Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igaz világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágosítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. Tulajdonába jött, de övé őt be nem fogadták. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei lesznek. Legyenek azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testélőn és közöttünk lakozék. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igény. Krisztusban szeretett testvéreim, Krisztus ünneplő szent egyháza. Egy vallásfilozófus mondta életművéről, hogy nincsenek tanaim, hanem kézen fogva fogom az olvasót, az ablakhoz vezetem, és megmutatom neki tágra nyílt szemmel a világot. Jézus pedig így szólt, hogy jöjjetek hozzám mindnyájan. Én vagyok. Jézus az ablak az Istenre. Az Úr Jézus egy éjszakán fogadott egy egyetemi tanárt, akinek Nikodémus volt a neve, ki majd az ő temetésénél tűnik fenn, és ezt mondta, bizony-bizony mondom neked, mi arról beszélünk, amit tudunk, arról tanúskodunk, amit láttunk. Ami egy kicsit furcsa ebben a szövegben, majd reagálok rá, hogy egyes több eszem első szemébe beszél Jézus, ami abszurdum, kivétel. Tehát itt nem, itt másról van szó. Azt mondja, amit láttunk, arról beszélünk. Mi ez a mi? De az mindenképp azt állítja, hogy Isten egyedül ő ismeri, mert ki mondja ugyanebben az evangéliumból, ti alulról valók vagytok, én felülről való vagyok. Mert én és az Atya egy vagyunk. Ő úgy mutatkozik be, mint ablak az Istenbe. Egyébként ezért végezték ki. Tehát kivégzésének az oka, hogy Istennel egyenlővé tette magát. Ezt mindig elmondom, testvérek. Ha valaki Istennek tartja magát, az bolond. Tehát azt a bolondok házába zárják, nem végzik ki. De Jézusnak ott voltak a csodái. Tehát nem bolond. Amikor azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Fülöp, aki lát engem, látja az Atyát. Jézus az egyetlen ablak a túlvilágra, vagyis az Istenre. Egyszer döntsük már el, amit tegnap éjjel mondtam, hogy csak a kis Jézus születését ünnepeljük, vagy pedig az Isten emberré levését. De visszatérek erre a megjegyzésre, azt mondja Jézus, mi arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit láttunk. Hát testvérek, mi ez a mi? Ne botránkozzatok meg, a szövegelemző tudósok nagyon szépen bebizonyították, hogy ez az egyház. Nikodémus elmondta ezt a beszélgetést, mert ebben a beszélgetésben mondta Jézus azt, hogy aki vízből és szentlélekből nem születik újjá, nem mehet be mennyek országába, tehát az őskeresztény papok, amikor kereszteltek, akkor állandóan ezt a beszédet idézték fel. És egyszer csak azt mondták, hogy mi arról tanúskodunk, amit láttunk és hallunk. És ugyanez a Szent János
Azt írja első levelében, legyetek velünk közösségbe, mert mi közösségbe vagyunk az atyával, az ő fia által. Tehát az egyház Jézusnak az Isten látásából részesült. Mi látjuk az Istent. De csak az egyház hitében. Ez nagyon fontos. Tehát az egyház, amely Jézust elfogadja a maga valóságába, mint Isten, aki emberré lett, az Jézus Isten látásában részesül. Jézusra nézve látja, hogy milyen az Isten. Testvérek, nagyon zavaros a bűnös ember. Most azt kezdik ott, körülbelül 200 évvel ezelőtt, hogy az egyház hitéről leválasztjuk a názáreti Jézust. Más az a földön járó Jézus, és más az egyháznak a hitében. Ezt miért csinálják? Azért, hogy tükröt csináljanak az ember a Jézusból, és magukat látják benne. Ez a kérdés, hogy Jézus tüköre, magunk kivetítése, vagy pedig ablak. Egyébként a bűnbe esett ember az hajlamos arra, hogy mindenkit tükörnek néz, és csak magát nézi a másikba. Itt van a szeretetnek a tragédiája. És ezért a kereszténység nem egy vallás, hanem minden vallás a leszámolás. Nem Isten keresés. Nem meditációs technika. Hanem Jézus a három személyű egy Istenből a második, aki emberi lett. Ha ezt tudod, látod az Istent. Az Isten milyen? Olyan, hogy sír és az édesanyja megszoptatja. Olyan, hogy megtanulja az anyanyelvét. Emberré lesz. És amikor azt mondja, hogy édesanyám, én éhes vagyok. Ez az én, ez az Isten. És én és az Atya egy vagyunk. Egy Isten. De három személy. Hogy is lehet egyedül az Isten? Hát az lenne a pokol, ha valaki egyedül van egy örökké valóságban. Itt ezen fordul meg minden. És az emberiség ezt próbál, hogy Jézus is egy tükör. És akkor belenéz ebbe a tükörbe, és mit lát? A mai betegséget, a homoszexuális Jézus, a Mária Magdolnába szerelmes Jézus. Ez nem Jézus, ez a mai kor. Magát látja benne. Az a büntetésünk, ami a bűnünk. És ezt tudósok és egyetemi professzorok csinálják. Gyalázat! Bevágják az ablakot, és ezen a részen csak tükör van, és bámulják magukból. És mondják, hogy mítosz. Az emberiség kivetítődése. Hát ezeken nem lehet segíteni. Minden ezen múlik. És János ezért írta le, aki ott állt a kereszt alatt. És látta, hogy a katona lándzsája megnyitja az oldalát, vér és víz folyik ki, vagyis vérsavó, tehát meghalt, és harmadnapra dicsőséges testbe látta. Ez írja, Isten soha senki sem látta az egyszülött fiú, az egyszülött Isten, aki az atyakeblén nyugszik, ő nyilatkoztatta ki. Te ezzel foglalkozz. Az csak egy kis probléma, hogy munkanélküliség. Hidd el, hogy kicsi. És enélkül nem lehet megoldani. Az egy kis probléma, hogy a családban szenvedés van. Én és az Atya egy vagyunk. Ahhoz nem kell Jézus, nem kell az egyház, hogy valaki ráébredjen Isten létére. Nem az a kérdés, hogy van-e Isten. Az ateizmusban se az, hanem hogy milyen. Mert hogyha egy kényúr, aki távol van, hogy káromolhatjuk még az Istent Krisztus után azzal, hogy könnyű neki, amikor magára vette a bűneinket, és agyon vertük, és ő azt mondta, hogy akkor is szeretlek, és akkor is megbocsátok. Senki se szenvedett annyit, mint Krisztus. Magára vette a világ összes mocskát, a házasságtöréseket, mindent, anélkül, hogy elkövette volna. A szívére vette. Emberré lett. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűnt kivéve, ezért jobban ismeri a bűnt. Mert az, aki belekeveredik a bűnbe, nem ismeri. Játszunk a bűnnel.
Minden hülye film erről szól. Bagatelizáljuk. És az Európai Parlament megszavazza, hogy mi a bűn, meg mi nem. Nem tudjuk, hogy mi a bűn. Krisztus tudja azt. Az örök Isten, aki emberé lett, aki magára vette. Testvérek, vége a vallásosságnak. Ez lehetetlen, hogy egyszer jöjjek misére. Akkor nem tudom, hogy kicsoda a Krisztus. Az egész vallástörténet e körül forog, hogy milyen az Isten. Az ateista nem azért tagadja, mert valóban nincs, azt gondolja, hanem olyan nem kell, amit ő kitalált. Testvérek, de hogy milyen az Isten, azt csak akkor tudom meg, ha ő szól. Tudhatsz arról, hogy a tömbházban egy új család lakik melletted, Marika meg Jancsi egy újszülöttel. De hogy milyenek ezek az emberek? Akkor tudod meg, ha beszélnek veled. Ha elmondják az ő titkukat, te megszereted őket, és ők is szeretnek téged. Nem így vagyunk a kőzetekkel, a növényekkel és az állatokkal. Miért lehet azokat megismerni megkérdezésék nélkül? Mert nincs személyük. Nem szabadok. Nem felelősek a testvérek. A tetteikért, testvérem, az egész kereszténység alapja, hogy benned van valaki. És az nem az idegrendszered. Az nem az agyad. Az agyad mögött van. Ez nem az állatvilágból van, testvérek. Ne haragudjatok, hogy kiabálok. Olyan roncsolást végeznek ma az ifjúságnak a szívébe, amikor azt mondják, hogy egy állatfajta az ember. Nem. A testünk rokon. De az énem nem. Ami szabad, az nem lehet abból, ami nem szabad. Tehát a személy megismerésére a természettudomány alkalmatlan. Csak akkor a szól. Ezt nevezzük kinyilatkoztatásnak. Hogy Isten szólt, mert szeret. És elmondta, hogy nem az vagyok, akinek gondoltok. Nem a fölhőn csücsülő télapónak, aki csak mindig jót tesz. Nem vagyok világenergia. Nem a nap és a hold vagyok. Ezt a semmiből hoztam elő. A te teremtőd vagyok, Izrael. És a te megváltód. Öröktől fogva szeretlek téged. A lét teljessége vagyok, aki nem tud nem lenni. Testvérek, ez a kereszténység biztos alapja. Magában az emberben volt egy ablak Istenre, amikor a paradicsomi állapotban volt, de szakítottunk az Istennel, bevágtuk az ablakot, na most az ablak résein azért szűrődik ám be valami hang és fény. Azért, igen, amikor a lelkiismeretünk szól. Az lehetetlen, hogy az belénk nevelték, hogy 15 év múlva feladja magát a gyilkos, hogy nem tudok nyugodni. Ki? És mi az, amikor magammal beszélek? Nem magammal beszélek. Istennel. Az én az egy tevel van kapcsolatban. Ez a legszerelmesebb, a legmélyebb szerelem. A te teremtőd ott van, csak nem tudod. Magammal nem lehet beszélni. Az bolond. És mégis beszélek. És amikor azt mondja, hogy rosszul tetted, ki ez a hang? Nem is az a kérdés, hogy ki ez a hang, hanem ki előtt állok, ugyan ki von engem felelősségre. Ezért mondja Szent János ebben a hatalmas evangéliumi bevezetőben, Krisztus megvilágosít minden a világra jövő ember. Az a nagy dolog, hogy azon a résen, ami még maradt az Istennelre nyíló ablakunkba, ott azért hangokat fog a mai ember is. És Krisztus bemutatkozik, hogy én vagyok az a hang. Nem igaz, hogy a hitetlenség reálisabb világnézet, mint a keresztény hit. A hitetlenség és a helytelen hitek tükörre épülnek. A Jézus Krisztusban kinyilatkozott kinyilatkoztatás belső becsukott abrak réseken behallatszó hangok a teljessége. Kinyitott ablak. Van egyfajta lélekgyógyászat, amely materialista. Azt mondja, hogy nincsen az emberben ilyen lehetőség. Azt mondtuk a könyörgésben, csodálatosan megalkottad az embert.
Vagyis úgy alkotott meg, hogy az ember kapcsolatban volt, volt egy ablak az Istenre. Azt becsuktuk, itt van a baj. És Jézus az, aki azt mondja, hogy én vagyok az út, én vagyok az ablak, én vagyok az ajtó. És aki befogadja őt, megnyílik a belső világa az Istenre. Ezzel szemben ez a fajta lélekgyógyászat azt mondja, nem. Azt gondolod, hogy az ablaknál állsz, kinézhetsz az Istenre és a világra, valami rajtad kívüli világra, valójában, mondja ez az istentelen lélekgyógyászat, tükör előtt állsz. És még azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a világ sem létezik. Magadat vetíted ki. Nincsenek külső értékek, amelyek arra várnak, hogy megvalósítsd. Az csupa illúzió. Egy áldozatos sebész, mondja ez a romlott lélekgyógyászat. Egy áldozatos sebészorvos, aki él-hal a betegeiért. No, hát az nem ám, nem valami altruizmus, nem szeretet, hanem két vad ösztön nyilatkozik meg benne. Egy voyeur, ő mesztelen testeket akar látni, és agresszív. Vágni akarja a húst. Érted? Itt tartunk most. Tehát nincsenek értékek, amire az ember rányit, objektív értékek, hanem vad ösztönök objektíválódnak kifelé. És ezek alapján nagyon sok művész eladja a lelkét, és ilyeneket ír. Így ábrázolja az ember. Nincsenek külső értékek, amelyek arra várnak, hogy megvalósítsd, az csupa illúzió. Belső tudattalan ösztönök tombolnak bennünk. Nincs Isten, az Úristen, az Atyaisten, az apa képnek a kivetítése csupán, amit egy korábban felettes énként beépítettek magamba. Bármit teszek is, cselekedetem nem egyszerűen belehelyezem magam a világba cselekedettel, hanem valamelyik tudatalatti vad erőt reagálok le, vagy a nemi gyönyört, vagy az agresszivitást. Itt tart ma az emberiség. Ezért olyan dühösek Jézusra, nem is Jézusra, az egyházra. Hogy az egyház a Szentlélek hatására megkapta azt a hitében, ez a katolikus egyháznak a legnagyobb kincse. Ez olyan kincs, hogy ez föl se ér semmi bűn, hogy tudja, hogy Krisztus az Isten fia, aki emberré lett. És nem engedi tükörnek használni. Nem tükör. Az Istenre nézhetsz. Igen. És ez a fajta hozzáállás, hogy még Jézust is, karácsonyt is egy mítosznak tartjuk, hogy az emberi lajde okosat tudnak a rádióban mondani, és olyan ostobák. Testvérek, sikerült nekünk, mondja Szakó Béla, egy remek természettudományos műveltséget egy rettenetes, gyalázatos filozófiai műveletlenséggel párosítanunk. Ez az okosság, hogy kivetíti az ember magából Krisztust. Hát talán meg se született. De az emberi vágyaknak a kivetítése. Mert emiatt szabadul el ma a bűn. A másik, hogy a keleti vallásokat ezért importálják. Mert ha tükörben nézi magát az ember, akkor a világ csak tükröződés, nem valóság. Persze ennek az importált buddhizmusnak kevés köze van az igazihoz, ahol egy buddha éppen szeretne kilépni ebből az egészből és a nirvánába menni. Ebből az örök körforgásból kilépni, amit Istennek tart. Igen. Testvérek, Isten megkönyörült az önistenítő, tükörben tetszelgő, narcisztikus, bűnös emberen, akik vagyunk, és elküldte az ő szent fiát. És bemutatkozott, hogy én vagyok az, aki a lelkiismeretedbe szóltam. Az evangéliumban egyetlen fél mondat sincs, ami ellene mondana a legnagyobb emberi tisztaságnak, amit az a belső hang mond. Ő hozta meg a szabadságot és a szeretetet. Ábrahám óta kinyilatkoztatja magát. Mózes által nem az a nagy dolog, hogy a 10 parancsolatot adta, testvérek, ha valaki a lelke mélyén őszintén hallgat arra belső szóra, akkor felfedezi, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne hazudj, ne lopj. Ez nem Mózesnek nyílt. Nem ez a mózesi kinyilat.
hanem az, hogy bemutatkozik, hogy amit belül hallasz, az én tőlem van, mondja az Isten. Én vagyok. Most bemutatkozom neked. A te Istened, a te teremtődnek a hangja az. De bizonytalan, mert el tudjuk piszkosítani, el tudjuk rongálni a vevőkészülékünket. Ezért végül kimondta az ő utolsó igéjét, az utolsó üzenetét. Összetörte a tükröt, amelyben tetszelgünk, és azt mondta, ilyen vagyok. Az az örökké való Isten ilyen. Olyan, mint egy kisgyermek. Olyan, mint Názáretben egy ártatlan fiatalember, akiben semmi bűn nincs. Olyan, mint akit keresztre feszítettek. Az Isten az olyan, hogy keresztre lehet feszíteni. Nincs hatalma, szeretete van, ez a hatalom. De föltámad. Testvérek, Isten a szeretet. Az ateizmusnak és az öntercengésnek, mely kijelenti, hogy nincs Isten, nem az az igazi kérdése, hogy van-e, hanem hogy milyen. Pontosan az ateizmus és az összes többi vallás és filozófia projiciál, kivetíti magából önmagát. Nem Jézus a kivetítés, ő az ablak, ő az út. Jézust is kivetítésnek vesszük, akkor el vagyunk veszve. És ez a katolikus egyház legnagyobb kincse, testvérek, a keresztes háborúkba, a legnagyobb bűnökbe is, ezt nem árult el. Érted, hogy mi ez? Nem engedte, hogy a papok, a teológusok, vagy a hívek gyúrjanak egy olyan Krisztus, ami megfelel nekik. Igen. 15 éves voltam, ír egy nagy gondolkodó, és rájöttem, Isten a legbensőmben önmagammal folytatott beszélgetéseim tárgya. Ezeket a beszélgetéseket tényleg önmagunkkal folytatjuk? Vagy ezek tulajdonképpen egy másik valakivel, egy egészen mással folytatott párbeszéd? A kérdést ő nyitva hagyja. Mi tudjuk, hogy párbeszéd. Az imádság itt kezdődik, nem úgy, hogy mondod a szöveget egész nap. Mi atyánkot üdvözlő. Hát ezt mondani kell, de nem. Az imádság az a legmélyebb emberi valóság. Tehát amikor ilyenek vannak, hogy már megőrülünk, hogy mit csinál ez a fiú a családba, vagy hogy ez a lány ott hagyott bennünket, vagy a férjem, vagy a feleségem, vagy valamelyik, hát Iszákos, akkor ezt most kivel beszélek? Nem magaddal kell. Ott hallgat téged. Tud rólad. Elmondhatod neki. Ez az imádság. Ez a normális állapotunk, hogy az imádság állapotában vagyunk. Igen. Ez a lényeg, hogy szószoros értelemben nem lehet beszélgetni magammal. Hanem ott van Isten, aki akar velem beszélni. És azt mondta, hogy nem szól Isten, dehogy nem. Azt mondja, hogy Krisztus. Hogy mit felel a te problémáiddal, olyan egyszerű. Kérdezd meg, hogy Jézusom, te a helyemben most mit tennél? Abszolút világosan tudjuk, ha az egyház Jézusára gondolunk. Tehát, hogy például egy férfi nagyon beleszerelmesedett valakibe, pedig hát házasságba él. És most nem tudja, mit csinálja, mert egy akkora tudja a keresztény, ne hazudjon. Kérdezze meg, Názáreti, te mit mondanál? És tudja. Ez jelenti a nyitott ablak. Ez jelenti, hogy Isten szól. Egyetlen filozófus, egyetlen csak gondolkodó emberrel ezt nem tudom megtenni, hiába ismerném az összes művét, hogy ő most mit szólna. Ez egy megdöbbentő dolog. De csak akkor, hogyha azzal a Krisztus áll előtted, akiről most pár perc múlva mondjuk, hogy Isten az Istentől, világosság a világosságtól, és valóságos Isten a valóságos Istentől. És a szent áldozásban hozzád jön. Mit jelent az, hogy magad vagy? Úgy nem szeretem a nyafogó keresztényeket, hogy magam vagyok. Hát erre való az öregség, hogy légy már vele. Hát nem is tudok magam lenni. Hát ott van. A te Istened, aki vár téged.
És így értjük meg Angelus Silesius, hogy hiába született volna meg Betlehembe, ha benned meg nem születik. És akkor az emberben nyílik egy ablak. Már nem önmagát látja. Sőt, önmagát nem is látja. Testvérek, az a normális élet, hányszor megkérdik, hogy Balázs atya boldogát, olyan rossz kérdés. Hát én erre nem érek rá. És remélem, hogy ti se értek rá ezzel foglalkozni, hogy boldogok vagytok. Ha az életünket odaadjuk, akkor valószínűleg boldogok vagyunk. Az melléktermék. A szeretetben való odaadás az élet. Ez olyan, hogy nem a szememet látom, hanem a szememmel látok. Ha nagyon-nagyon a családba, te vagy az egyetlen, aki mindig mindent, te nélküled összedőlne, akkor ne panaszkodj, hanem gondolkodj el, hogy nagyon boldog vagy. És ne 20 év múlva mondd azt, hogy akkor boldog voltál, most mondd. Igen. Testvéreim, láttuk az ő dicsőségét, vagyis Jézusnak a lényegét, mint az Atya Isten egyszülöttjének dicsőségét. Nem tükröt láttunk, hanem ablakon kinéztünk. Pontosabban Krisztus egy ikon, egy kép. Minden emberi megnyilatkozásában megmondja, hogy ilyen az Isten. Ilyen türelmes, ennyire szeret, ennyire utána megy mindegyikünknél, mindig vár, és mindig feloldoz. Amen.